szinte már. Váljuk egészségedre. És hát köszönjük szépen a sok éves együttműködést. Én is, higgyel, nekem számomra öröm volt a Pilis TV-vel minden alkalommal, amikor találkoztunk. Énekeltünk, amit ők már nagyon-nagyon régen nem énekelhettek, és nem énekeltek, nem hallottak. És utána össze-vissza csókoltak minket, mindannyiunkat, az idős emberek. Ez olyan nagy élmény volt, én azt hiszem a többiek számára is. És ilyen dolgokért érdemes ezt nagyon sokáig csinálni. Húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre. Azt szokták mondani, hogy nem a legokosabb ember a település polgármestere, mert az okos emberek azok elmennek pénzt keresni. Halleluja! Ki minek gondol, az vagyok annak. Miért gondolsz különc rokontalannak? Fogom meg a kezedet. Lecsukott szemmel nem lehet megállni, csak diszkréten bíjálni. Jelet látsz gyűlni a homlokomra. Te vagy magad, ki a jelet vonja. Azt sem ismersz, meg tudsz rólam, de ez egy tévhit, és már unom. Honnan tudod, ki vagyok, ha én magam sem tudom? Szavakat súgnék, de hagyom, hogy a csend takarja szívem. Pedig érzem, hogy sohasem múlt, ami van, sem lesz ezután. De ezt rejtem, hogy te vagy a kincs, ami kell. Ne hagyj el, csoda vár ránk, hamu és gyémánt. Azok az autósok, akik Pilisvörösvár felől át szeretnének várni, rövidebb utat választani, tízes utat kikerülve, lényegében mindenki, aki Vörösváron keresztül jön, minden autós a szabadság soron összegződik, és csak ott tud kijutni a faluból. Ezt én jeleztem a vörösvári rendőrparancsnoknak és a helyettesének. Álljunk csak a sorba vidáman, ránk vár a világ, ez a harc, amilyen. Katonái vagyunk valahányan, jó fegyverünk, izmoskarunk, égő szemünk, svidám dalunk. Mi tudjuk folytatni azt a munkát, amit elkezdtünk. Nyilván nem egyedül én, hiszen ha megnyerem a választást, akkor sem egymagam fogom vezetni a falut. Azért a testület egy egységet képez a polgármesterrel a munkában. Tavaly tavasszal kaptuk mi a felkérést, hogy vegyünk részt egy pilot projektben. Az országban két falu, német nemzetiségi falu, Somberek és Pilis-Szentmihályi, Somberek délen,
itt északon meg Pilisszentiván. A létesítmény az első olyan hazai tanösvények egyike, amelyeket kifejezetten kultúrtörténeti ismeretek terjesztésére hoztak létre. Három akkordot megint ismertem a Beatles-től. Ezt is egy fényképről, egy újságból, ezt a Rolling Stones-tól, ezt pedig egy havertól kinn a halászlássán. Kettő tettő vissza. Ebből már lehet csinálni dal, vannak nagy zeneszerzők, azok is csinálnak innen is egy kicsit, onnan is egy kicsit, összerakják, mi is így csináltuk. Hegységben fekvő szénás hegycsoport olyan természeti értékeket őriz, mint a világon egyedül itt virító Pilisilen. Az itt található élőhelyek helyreállítását, őrzését, kutatását és bemutatását az Európa Unió Life programja 2008-ig 254 millió forinttal támogatta, a programot a Dunai-Poly Nemzeti Park és a Pilisi Parkerdő ZRT közösen valósította meg. Nagyban örömünkre szolgál az, hogy ebben az évben ehhez a megállapodáshoz csatlakozott a Pilisszentiváni önkormányzat. Ez annál is inkább fontosabb számunkra, hisz ezzel írásban is meg tudjuk erősíteni és deklarálni, tudjuk a parkerdő gazdaság azon szándékát, hogy ismét egy önkormányzat, amellyel együtt szeretnénk dolgozni. Okay.